Kávéházi hangulatú zenés estre hívják a szórakozni vágyó zenekedvelő közönséget Székelyudvarhelyen február 18-án csütörtökön 19 órától az egykori stúdió mozi nagytermében. A 30-40-es évek zenéjéből összeállított Orfeum zenés est nevet viselő előadás tulajdonképpen 2007-ben született Hacacári címmel, melyet nagy népszerűséggel játszottak az évek alatt, közben pedig folyamatosan újítgatták, bővítették a repertoárt. Tagcsere miatt aztán kis szünetet tartottak az alkotók, most pedig újult erővel lépnek a közönség elé. Az új csapatot így Szilágyi Nóra énekesnő, Kosztándi Zsolt színművész és Rádúj Gábor zongorista alkotja. Ők biztosítják a kávéházi hangulatot Udvarhelyen csütörtök este. Az est folyamán olyan feledhetetlen személyeket vagy azok munkáit idézik meg, mint Karádi Katalin vagy Seres Rezső legérzelmesebb dalai, mindez egy kissé jazzesre hangolva, ígérik az alkotók. Az estre a Tomcsa Sándor Színház pénztárában kaphatók a belépők elővételben, de a helyszínen az előadás előtt egy órával is meg lehet vásárolni a jegyeket.